A 2023. évi Semmelweis napi Budakeszi egészségügyéért díj egyik kitüntetettje, Garamvölgyi Virág védőnő, csoportvezető védőnő, talán ez a pontos meghatározás. Hát gratulálok egyfelől, másfelől azt gondolom, hogy közel 30 évnyi ebben az intézményben eltöltött áldásos tevékenység után jár egy ilyen elismerés, nem? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon örülök neki, és hát köszönhetem mindenkinek, aki segíti a munkámat, a csodálatos kolléganőimnek, akikkel csapatban dolgozunk, akkor a Budakeszi Egészségügyi Központnak, Póca Péternek, aki nagyon sokat támogat minket, és természetesen az önkormányzatnak is, aki ezt a szép helyiséget biztosította számunkra, mert nem volt mindig ilyen. 27 év az azért nagy idő. Ennyi idő alatt, ahogy egyébként olvastam is a szakmai önéletrajzotból, hát mentek nyugdíjba mellőled, és jöttek újak és fiatalok. Mi az, ami állandó ebben a közel 30 évben a te tevékenységednek is köszönhetően, amiből nem engedtek, nem engedtek az itt dolgozók, nem engedtél te? A gyermekek, a hozzájuk való viszony, a szülőkhoz való viszony, az ő segítésük. Aztán utána tényleg folyamatosan minden változik. Jelenleg is rengeteg nagy változás van. Ugye innen a Budakeszi Egészségügyi Központból a védőnök fele, a területi védőnök átkerülnek most az Országos Kórház Főigazgatósághoz, úgyhogy ez így egy nagy lépés a mi életünkben. Ez csak adminisztratív változásokat jelent, vagy ténylegesen elvezénylik őket? Nem, helyileg itt maradunk, de azért a központi nyilvántartásunk az ott lesz, és hát azért valamennyire a Budakeszi Egészségügyi Központtal kapcsolatban maradunk, de mindenféle munkaügyi dolog az a János Kórházban lesz ezentúl. Mi a legnehezebb és a legszebb abban a tevékenységben, amit végeztél, vagy akár személyesen a te legpozitívabb és a leghúzósabb élményedet kérdezem, hogy ezt megosztanád a nézőinkkel? Igen, hát a gyerekek fejlődése, mosolya, egészsége az mindent megér. Hát vannak nehéz helyzetű, szociálisan nehéz helyzetben lévő családok, körülöttük problémák, amiket hát nem könnyű kezelni, ez nehéz. Az adminisztrációs feladatok, hát azok is ezer dologban változtak a kezdetek óta, amikor még csak papír alapú adminisztráció volt, később pedig hát egyre inkább digitalizálódott, és nem lett teljesen könnyebb, változott. Valamiben könnyebb lett, de hát azért sok az adminisztráció így is. Tehát nem tudunk azért csak 100%-osan a gyermekekre figyelni, más is tartalmaz a munkánk. Volt olyan kliensed, vagy van olyan kliensed, aki különösen emlékezetes? Főleg azokra gondolok, mert hogy tudom, hogy vannak ilyenek, akiknek már a gyermekét is te vagy ti kezelitek. Hát igen. Azért most már nem egy-kettő van, úgyhogy sajnos az én életkorom is olyan, akinek tényleg már a gyermekét is nagy örömmel én gondozom. Úgyhogy igen. És sokszor azt gondolom, hogy a védőnöknek a szülőkkel, illetve a szülők körülményeivel is meg kell küzdeniük. Ez egyfajta pedagógusi, pszichológusi rátermettséget is igényel, amit nem feltétlenül tanítanak főiskolán. Hogy lehet erre szert tenni, hogy az ember megtudja a közös hangot, megtalálja a közös hangot az érintettekkel? Nagy empátiával kell odafordulni mindenki felé. Szerencsére azért a kolléganőim is mind ilyenek, úgyhogy remélem én is. Honnan hoztad magaddal ezt az odafordulást, a segítő szándékot? Hát már gyermekkoromban tényleg, nagyon kicsinek, még általános iskolában már védőnő szerettem volna lenni. Lehet, hogy édesanyám ültette el bennem, mert hogy hozzá is járt egy olyan védőnéni, aki nagyon kedves védőnéni még most is. Hát innen alakult ki már ez a vágy, és végig is vittem, és azóta is töretlenül itt dolgozom. Te voltál az a kislány, aki a játszótéren a még kisebbeket védte? Igen, igen, igen. Nagyon szerettem a kisbabákat, meg a gyermekeket. Nehézségekről azért nem beszéltél, tehát mi a legnehezebb része a munkátok? Biztos, hogy ez a szociális problémák, amikor családon belüli vita van,
sajnos nem egyszer, nem kétszer jutottam én is a bíróságra, amit nem nagyon kedveltem. Ilyen vállás, gyermekek körüli herce-húrca, húzavonna, kihez kerüljön, akkor egymást támadják, sok a konfliktus. Hát ezt azért nehezen kezelem, megviselem, de igyekszem. Mi fog változni, így, hogy ebben az elismerésben részesültél? Gondolom, hogy ugyanilyen lelkiismeretesen fogod végezni a munkádat, mint eddig. Hát nagyon igyekszem, hogy igazán utána is még inkább rászolgáljak erre a díjra. Tehát folytatom ugyanígy, ahogy eddig teljesen szívvel, lélekkel próbálom. Persze mindenkinek úgyse tud megfelelni az ember, de azért a szakmai követelményeket, azt, meg az emberekhez való hozzáállást, azt igyekszem megtartani. Azt mondják pedagógusokra elsősorban, hogy az, hogy gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoznak, az fiatallá teszi, fiatalossá teszi őket is. Meg nem mondanám, hogy mennyi idős vagy, meg hogy ennyi pályán eltöltött évet, évtizedet lehet sorolni. Akkor ezek szerint ez igaz, vagy azért oda kell figyelni a lelked, a pszichéd karbantartására azon túl is, hogy gyerekekkel és kismamákkal dolgozol? Hát igen, azért valamiféle mintát kell mutatni az egészséges életmódból, úgyhogy nagyon igyekszem, nem mindig sikerül, de azért igyekszem egészségesen táplálkozni, mozogni, és nem csak mondani. Megvan ennek a látszatja. Köszönöm szépen, gratulálok még egyszer az elismerésre. Köszönöm mindenkinek, én is még egyszer.